60-ig igászok gőzerővel készülnek a mérkőzésekre. A csapattagok heti több alkalommal vesznek részt az úgynevezett száraz edzéseken, ahol különböző feladatokkal erősítik a játékosokat és javítják az állóképességüket. Orbán Attila, a 60-ig igászok vezetőedzője elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni, speciális edzésekre. Ugyanis nagyon fontos, hogy minden tag képzettsége a legmagasabb szinten legyen. Az eredmények azt mutatják, hogy egészen jó állunk, de azért van mit fejleszteni. Megvoltak a felmérések is, és a továbbiakban ezt fogjuk folytatni. De ez a jégtől is függ, mert ilyen állapotban azért nem egyszerű egybetenni a száraz és a jeges felkészülés folyamatát, de mindenképp építőjellegűen akarjuk, tehát hogy mind a két vonal abszolút terhelhető legyen, és mindenképp magasabb szintet tudjunk lépni. Lesz most 18-as korosztályunk, ami nagy dolog, mondhatni óriási, ott mindenképp nem csak megfelelni, hanem jóval előbb szeretnénk jutni eredményesség szempontjából, mint akár a legtöbb csapat. Ezt legalábbis úgy gondolom, hogy nyilván mindenki győzni akar, de most egy elég jó kis brigádunk jött fel, 18-ba, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. És ugye azt tudni kell, hogy ha valahol már van 18 a csapat, az óriási nagy dolog, mert rengetegen abba adják ennyi idősen már. A vezetőedző kiemelte azt is, nagy jövő előtt áll a helyi csapat, és mindent megtesz, hogy segítse a munkájukat. A 60-ig igászok kiemelten nagy figyelmet fordítanak a felkészülésre. Kitartóan, rendszeresen edzenek annak érdekében, hogy a legjobb formájukat nyújtsák a mérkőzéseken.